A budapestiek minden problémája két lépésben visszavezethető Tarlóshoz és a Fideszhez, állítja Karácsony Gergely, aki szerint a legfőbb probléma, hogy a jelenlegi főpolgármester teljes mértékig kiszolgálja a Fidesz rendszert és a budapestiek érdekeivel szemben cselekszik. Orbán Viktor eközben Gödöllőn is elmondta, hogy a fejlesztéshez szükséges források attól függnek, hogy egy város meg tud-e állapodni a kormánnyal. Karácsony Gergellyel a kampány utolsó hetéről beszélgetünk. Meg a mai napról is jó estét kívánok. Jó estét. Tudom, hogy nem ez a fő kérdés, de nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg, hogy elkezdett puzsérosodni? Mármint milyen értelemben? Hát mert hogy az Index interjú, amit ma adott, annak, hát hogy mondjam, elég erős volt az egyik címe, aztán lett egy másik címe, és igazából elég nehéz dolgom van, hogyha idézni szeretném, de hát valami olyasmi volt, hogy ha van valami, ami... Felbosszant, akkor ez az, és a zuglói, meg különböző költségvetési ügyekről van szó. De hát eddig ilyen stílus azért Karácsony Gergelytől nem látszott a nyilvánosságban. Nem én adtam a címet, és de a szöveget nem is nagyon örültem neki. Egyébként lényegtelen, de a beszélgetésnek ez egy olyan melléfoszlánya volt, mert azt kimondták az újságírók, hogy erről most nem fogunk beszélni, és én, mivel azt gondoltam, erről nem fogunk beszélni, ezért ebben a stílusban jegyeztem meg, hogy pedig, ha van valami. Úgy látszik, hogy kellően érdekes volt ez a mondat ahhoz, hogy mégis bekerüljön az interjúra, sőt, az interjú élére kerüljön, de nem akarok senkit, a felelősséget másra terhelni. Azt kétségtelen, hogy rengetegen olvasták ezt az interjút, azt hallottam. Hát kattintékony volt ez a cím. Hát úgy látszik. Vigyázni kell ezekkel a hangfelvételekkel, mert ahol ott van a diktafon, az bekerül sok ezt, helyre. Én hívám. Na, de ami ennél lényegesebb, hogy az interjúban úgy is fogalmazott, hogy hát elég old school dolog a tényekhez ragaszkodni, de hát, hogy senki ne néz senkit hülyének. Ehhez képest több helyreigazítás, szerűség vagy pontosítás jött ehhez az interjúhoz. Például az egyik Búcs Balázstól, aki azt mondta, hogy Tarlós István nem adóssággal adta át a harmadik kerületet, mint amit ön állított ebben az interjúban. Hát ez nagyon érdekes beszélgetés lesz, ugyanis én az Óbudai Önkormányzat által elfogadott zárszámadási rendeletből vettem ezeket az információkat. Kíváncsi voltam, hogy mi van ebben. Fejből mondom a számokat, de nagyjából egy olyan 1 milliárdos mínuszt sikerült hátrahagyni. Azért mondom, hogy fejből mondom a számokat, ezeket pontosítani fogom. 2006-ról beszélünk. Nagyon szívesen eljutatom az összes sajtóterméknek, ha már megkaptam ezt az ingyen reklámot Busz Balázstól, aki az előterjesztője ennek a rendeletnek, akkor azt gondolom, hogy akkor beszéljenek a tények. Feketén-fehéren ott nagyon kemény mondatok hangoznak el arról, hogy mennyi kifizetetlen számlája volt az önkormányzatnak, és hogy milyen pénzügyi kötelezettségeket kellett áthozni a 2007-es évre. Örülök ennek a vitának, akkor holnap elővesszük az egyik nyilvános... De akkor ő nem olvasta ezt az árszámadást, vagy ez hogy lehet? Hát lehet, hogy nem olvasta, de ő az előterjesztője. Mert egyébként Tarlós István is cáfolta ezt. Meg jó, hát nézd, én nyugodt szívvel állalom ezt a vitát. Én szeretem a tényeket, és nagyon sok mindent megjegyzek, amit olvasok, számokat, adatokat, és itt készség állok a vita elé. BKK, az volt a másik rész, ahol az eredeti szövegben az szerepelt, hogy új metrókocsikra írtak ki közbeszerzést, aztán maga a Tarlós István ismerte el, hogy ezek nem is új metrókocsik, hazugság volt az egész. Ez nyilvánvalóan pont fordítva történt. És ezt javították az Index cikkben. Javították a cikkben. Én most megmondom őszintén, én már nem volt nekem időm ez a cikket jóvá hagyni teljes egészségben, mert tényleg napi 16 órán keresztül kampányolok. Valószínűleg kiszúrtam volna, hogy itt rosszul lett leírva, amit én mondok. Nyilvánvaló, hogy a történet az, és akkor ennek is köszönöm ezt a lehetőséget, és hogy akkor elmondjam, hogy mi az elmúlt, szerintem Bolla Tibornak kell 30 év egyik, akkor neki is köszönöm. Mi az elmúlt 30 év egyik legnagyobb botránya? A Budapest főváros valamilyen érthetetlen okból a 69 milliárd forintját nem arra használta, hogy ebből a pénzből vadi új, nyugat-európai, klimatizált, biztonságos kocsikat vásároljon, hanem valamilyen rejtélyes okból a régi, tragacs, orosz metrókocsikat fel akarta újítani. Erre írták ki a közbeszerzést. Nem elég az, hogy már ezt a döntést elrontották, utána kizárták a 9 milliárd olcsóbb ajánlatot, egy észt cégcsoport ajánlatát, amely ajánlatban egyébként szerepelt a kocsik légkondicionálva való ellátása, és plusz 5 év garancia. Ezeket valamilyen műszaki handamanda szöveggel kizárták, tehát a drágább ajánlat jött. Majd utána, amikor sokakban felmerült a kétség, hogy ezek valóban a régi kocsiknak a felújításai-e, vagy egyszerűen elvitték őket Oroszországba és visszahoztak helyette egy másikat, a főpolgármester, mint egy a bűncselekményt beismerendő, azt mondta, és hogy az baj, hogyha új kocsikat kapunk a pénzünkért. Nyilván nem baj, az a baj, hogy kaphattunk volna, hogyha ezt a döntést hozzuk, az a baj, hogy ezzel leleplezett egy óriási csalást, és amikor
Tavaly nyáron megjelent az egyik hírportálon, hogy valaki lefotózta egy Moszkva melletti erdőben azokat a kocsikat, amik elvileg itt rohangásznak, zörögnek, csörögnek, és egyébként marha melegek nyáron. Lesz most légkondi. Ezt még írt a tarlós. Hát szuper, csak ugye az a baj, hogy itt 69 milliárd forintos csalás történt. És ráadásul ez egy nemzetközi szintű csalás, és nem csak azért, mert egy nemzetközi céget, egy azt hiszem ész cégcsoportot kizártak a munkából, hanem azért, mert behoztak az Európai Unióba Oroszországból vámmentesen 69 milliárd forint értékű új kocsikat. Hát szerintem, ha van valami, ami egetrengető botrány, és ebben az ügyben, hogyha lenne egy tisztességes igazságszolgáltatás, valakinek börtönbe kéne menni, abban biztos vagyok. És csak azért, hogy lássuk azt, hogy honnan fúj a szél. Ez a cégcsoport, amely megnyerte ezt a munkát, ennek a cégcsoportnak közös cége van Tarlós István helyettesének a férjével, akik azt hiszem Egyiptomba szállítanak vasúti kocsikat. Tehát ez egy elég durva történet szerintem. A harmadik sztori, az viszont lehet, hogy sikertörténet is lehet, bár nem tudom, hogy egy szombat este 9-kor összehívantó rendkívüli közülés, hogy ilyen volt-e már egyáltalán, meg hogy eleve megmondta Tarlós István, hogy nincs értelme és határozatképtelen lesz, szóval, hogy ilyen perem feltételek mellett ez mennyire sikersztori, de végül is lesz, és ez a patkánytender ügyében lesz. Igen, ugye önmagában az, hogy a főpolgármester azt az megoldás választja, hogy a törvény által lehetővé tett legutolsó időpontban hívja össze ezt a közgyűlést. A választás előtt pár órával ez mutatja azt, hogy mennyire félnek ettől a vitától. Ugyanis ez a vita is arról szól, hogy kiírtak egy közbeszerzést, a főváros közbeszerzés előkészítő cége írta ki ezt a közbeszerzést, amely céget azóta egyébként felszámoltak és a vezetőjét elbocsájtották, tehát valami ott nem működött rendesen. Ez a cég gyakorlatilag behazudta, hogy az olcsóbb ajánlatot tevő pályázó rendelkezik a megfelelő referenciákkal. Azóta a bírósági döntés mondta ki, hogy nem volt megalapozott a közbeszerzési hatóság döntés ezzel kapcsolatosan, tehát ez azt gondolom, hogy szintén egy nagy botrány. De ő ugye azt mondja, Tarlós István, hogy ez egyáltalán nem érinti a fővárosi önkormányzatot, és eljárási hibák miatt kell új eljárást lefolytatni, mondta ezt a bíróság. Hát ha az eljárási vita, hogy a közbeszerzési bizottság, de a hatóság, vagy közbeszerzési döntőbizottság nem végezte el a munkáját, lehet mondani, hogy ez egy eljárási vita, szerintem egyszerűen az van, hogy csaltak. Tehát, és ez azért érinti a fővárost, ugyanis az a cég, amely közel 50 éven keresztül ezt a munkát mindenki megelégedettségre folytatta Budapesten. Ez a cég ment el jogorvosi lehetőségként a közbeszerzési döntőbizottsághoz, amelynek a döntését megsemmisítette ma a bíróság. Tehát, hogyha vissza kell menni, és meg fog változni az a döntés, amelyet hozott a hatóság, akkor a főváros döntését fogják felülírni. De egy szó mint száz, tudom, hogy a nézőket ez nem biztos, hogy érdekli, hogy akkor különböző hatóságok mit leveleznek egymással. A lényeg az, hogy Budapesten ma sokkal több patkány van, mint korábban. Na, erre akartam kitérni, mert hogy végülis ez a lényeg a nézők szempontjából, hogy a főpolgármester azt is mondja, hogy az országos tiszti főorvos cáfolja azt az állítást, hogy nőtt a patkányfertőzöttség mértéke. Na, ezért mondom azt, hogy lehet, hogy old school dolog tudni a számokat, de az a helyzet, hogy érdemes megnézni, ne is rám hallgasson senki. Nézzük meg azt a fővárosi előterjesztést, amit annak érdekében hozott be a főváros, azt hiszem januárban vagy decemberben, valahogy így egy bőfél évvel ezelőtt, hogy azt a keretösszeget, ahol az olcsóbb cég elvileg dolgozik, ezt meg másfél szerezzük. Abban van leírva az, hogy közegészségügyi vészhelyzetet idézett elő az az állapot, ami van. Ezt nem én találom ki, ez ott van benne, az akkor illetékes kormányhivatali szerv, amely népegészségügyi területekkel foglalkozik, amely azóta egyébként kapacitás problémák miatt már nem tudja ezt a feladatot ellátni, tehát ott is óriási problémák vannak. Ők írták le ezeket a számokat. Továbbá a patkány észleléseknek a számai azok így mennek fölfelé. És azért azt szeretném kérdezni minden budapesti polgártól, hogy az elmúlt években találkozott-e patkányjal a Budapest utcáin, nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy igen, én nagyon sokkal, és az elmúlt 20 évben találkozott-e, nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy nem. Na most azok az ügyek, amikről beszélgettünk, a metrókocsi, meg a patkányügy, meg az, hogy adósság vagy nem adósság a harmadik kerületben, sokkal kevésbé érdeklik valószínűleg a nézőket, mint ez a Borkai Zsolt féle blog folyam. Ebbe mennyire kell ön szerint, erről beszélgetünk Fekete Igen. Győr Andrásra és az ellenzéknek beleállnia? Azért nehéz ügy, mert tényleg mi próbálunk bizonyos határokat szabni a kampányolás intenzitásának. Tehát én is, amikor ezt az első videót láttam volna, akkor nem néztem meg. Tehát, hogy ez, ugye van egy szint, ami alá az ember próbál nem süllyedni. Csak az a helyzet, és ebben egyetértek a Fekete Győr Andrással is, sőt, egy kicsit tovább mennék. Ezek a felvételek, meg ez az egész hangulat, ez valójában arról szól, hogy ezek az emberek azt hiszik, hogy ők bármit megtehetnek.
hogy lehet az, hogy ez közszereplőben nem gyullad ki a piros lámpa, hogy most, amit most itt csinálunk, ebből botrány lesz, hogy ezt valaki le fogja fotózni. Annyira biztonságban érzik magukat, annyira azt gondolják, hogy a hatalmuk a végtelenségig tart, hogy azt gondolják, hogy ők más típusú emberek. Tehát, mint hogyha egy más anyagból lennének, mint az átlagpolgárok. Hogy nekik jár a pénz, jár a, és most nem sorolom fel, hogy mi jár még, mert ezek közül mégiscsak a pénz a legfontosabb. Én tudom, bocsánat, én tudom, mennyit keresi polgármester. Mennyit? Annyit nem annyiből el lehet menni egy ilyen útra. Egy év alatt nem keres annyit, mint amennyiből egy ilyen út kerül. És nem tudom az árfolyamokat különböző piaci szegmensekben, ezt ne értsék félre. De hát abból egy tisztes, az egy, nem panaszkodom, ne értse félre, mert ez szerintem teljesen rendben van. Csak abból nem lehet ilyen típusú dolgokat az emberek megengedni magának. Tehát igazából erről szól ez az ügy, hogy egy pillanatra bepillantást engedett abban, hogy hogyan élik az életüket ezek a politikusok, akik élet és halál urainak gondolják magukat, és nem a közszolgáinak. És amikor ezeket a botrányokat végigvesszük, amikor a Metro tenderről beszélünk, a patkányügyről, ezekből valaki nagyon jól járt. És nem a budapestiek voltak. Ők azt szívják meg, hogy bemennek a metróba, ami csörög és zörög, vagy hogyha van egy baleset, mivel ezek a metrókocsik ugye nem, mint a modern metrókocsik, nem egy légtérben vannak, hanem külön-külön, akkor biztonsági problémák merülnek fel. Most nem akarok riogatni, de 21. században ilyen metrókocsikat tényleg orosz régi tagköztársaságban se lehet eladni. Moszkvában nem járnak ilyen metrók. Közben valaki ezekkel a cégekkel üzletel. Tehát, és erről szól az október 13 is. Tehát tényleg a budapestiek, és persze nyilván én most a budapestiekről beszélek, de ez a győriekre is ugyanúgy igaz, mint a százhalombattaiakra, mindenkire. Hogy tényleg engedjük-e azt, hogy ilyen típusú vezetőink legyenek? Olyanok, akik akkor, ahelyett, hogy minket szolgálnának erre... De akkor ilyen alapon ez nem egy helyi ügy. Nem, nem. Így mondjuk felvetődik a kérdés, hogy mondjuk ön elmegy egy ilyen győri tüntetésre. Hát én a kampány utolsó napjaiban én Budapesten kampányolok, de abban az értelemben lelkileg ott vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy itt van egy nagyon fontos határátlépés. És persze az ellenzéknek felelősen kell ebben viselkednie, mert ne hagyjuk, hogy a politika ezekkel a botrányokkal váljon egyenértékűvé, hogy csak erről szóljon a politika. De végülis az a, hogy is mondjam, az a buborék, amit a Fidesz fújt maga köré, ami arról szól, hogy akkor Isten haza család, meg megvédjük a nemzeti érdekeket, meg hogy ne jöjjenek már migránsok, és hogy a tisztesség, meg a nem tudom mi. Miről beszélünk? Tehát olyan szinten lepleződött ez az egész farizeus, tényleg mint ilyen tartufi darabban az álszentségnek a csimbora szója. És ami még, hát nem is lelepleződött, mert teljesen őszintén beszél Orbán Viktor Miskolcon is, és Gödöllőn is arról, hogy az kap pénzt, aki nyer. De lehet, hogy ez szimpatikus valakinek, hogyha ezt ilyen őszintén és nyíltan meg lehet fogalmazni. Hát és működik. Nekem erre van egy pragmatikus, földhöz ragadt válaszom, meg van egy szimbolikus, erkölcsi válaszom. Kezdem az utóbbival. Tehát ilyen mondatokat én hallottam 30 évvel ezelőtt. Grósz Károlytól, meg a pártállami vezetőktől, akik azt mondják, hogy ne ellenzékieskedjünk. De tudom, hogy ez talán nem ez a legfontosabb érvelés. A másik érvelés az, hogy ezek a városok, ahol Orbán Viktor most éppen jár. Gödöllőn egyébként ellenzéki polgármester van, és Gödöllőn nagyon szuperül működik ettől még. Ezek a városok, pont a Bödelvárosok programon, tudom, hogy erről is volt szó az előbb, egy kanyi vasat nem kaptak a kormánytól. Ez egy blöff. És ami Budapestet illeti, Budapestre a Fidesz nem hozza a pénzt, hanem viszi. Budapesten megtermelt gazdasági javak 2%-a marad a városban, 2%. Lejárt az időnk. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm a lehetőséget.